A bolygónk mindössze 4%-a használható mezőgazdasági termelésre. A hazai élelmiszerbiztonság és a földművelés ki van szolgáltatva az időjárás, a globális felmelegedés, valamint a városiasodás hatásainak. Éppen ezért fontos felkészülni a gazdálkodás technikai változásaira, a képzésekre és az erőforrások megfelelő felhasználására, hangzott el a Magyar Tudomány Napja alkalmából tartott megyei konferencián. Minden évben megadunk egy tematikát, hogy mely terület köré építjük fel magukat az előadásokat, az előadás sorozatot. Ebben az évben a mezőgazdaság és az élelmiszer termelés lett a fő tematika, a fő irányvonal, és ez nem véletlen. Egyrészt azért, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, azt hiszem, hogy igen, csak egy mezőgazdasági megye. Másrészt meg, amikor a megyei önkormányzat a stratégiai programjait, a koncepciót tervezte, illetve megvalósította, akkor az egyik fő cél, amely mentén elképzeljük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kitörési pontjait, az pontosan a versenyképes élelmiszergazdaság, illetve ennek a fejlesztése, ennek a lehetőségeinek a úgymond kibontása. A hazai mezőgazdasági fejlesztések a következő években meghatározhatják az ország élelmezés és élelmiszerbiztonsági helyzetét is. Előbbi a megfelelő mennyiségi, utóbbi pedig a megfelelő minőségű élelmiszerek termelését jelenti. Az elkövetkezendő éveket 2020-ig, ha nézem, akkor nagyon jelentős összeg fog áramlani a magyar mezőgazdaság és a vidék fejlesztése érdekében. Ez összességében csak a támogatási hányadot, ha nézem, 3700 milliárd forint, ami, hogyha az önerővel, saját forrással együtt, mint egy 5000 milliárd forintot jelent, ami a közvetlenül az agrárium a vidék fejlődését fogja szolgálni. Nyilvánvalóan ez egy akkora hatalmas összeg, ami kihatással van a mezőgazdaság fejlődésére, az egyes irányok meghatározására. Németh Tamás akadémikus a konferencián elmondta, a Kárpát-medence természeti adottságai kiválóak a mezőgazdasági termelés szempontjából, a gazdasági és a társadalmi környezet pedig folyamatosan javul. Egyrészt komolyan kell venni magunkat, másrészt képzett emberek kellenek a rendszerbe, ebben azért az elmúlt 20-25 évben a tulajdonos cserékkel, a reprivatizációval és egyéb dolgokkal azért volt néhány kedvezőtlen változás is, illetve fel kell készülnünk arra, hogy az időjárás bennünket is érinteni fog, tehát én úgy gondolom, hogy ha valaki komolyan akar gazdálkodni, akkor meg kell nagyon választani azt, hogy mivel foglalkozik, illetve elkerülhetetlen lesz az öntözésnek a komoly átgondolása. Németh Tamás hozzátette, az itthon felhasznált élelmiszer mennyiség másfél-kétszeresét kell megtermelni ahhoz, hogy megfelelőnek mondhassuk a mezőgazdaság működését.